Közeledünk a szezon végéhez, meg itt a tavaszi kezdőkör sorozat végéhez is, de azért még itt vagyunk, még egy-két adás egészen biztosan lesz. Jó estét kívánok, és most itt van természetesen még miről beszélni, hiszen vannak mögöttünk események is, lesznek is, hát ezzel nyilván olyan nagy dolgot nem mondtam. Kezdjük is el rögtön a bemutatást, itt van velünk Somos Zoltán. Jó estét kívánok! Farkas Szilárd és a Spiller TV kiváló kommentátor Somos Ákos. Jó estét kívánok! Zoli Ákos úgy lehet megkülönbözteti, Zolin van szemüveg, Ákos előtt van szemüveg. Na uraim, ki mit vállalna 300 millió euróért? Hogy itt elkezdjük a beszélgetést, ugye nagy por kavart a hétvégén, hogy bár itt az elmúlt egy évben rengetegen eladták már Kylian Mbappét, ugye elsősorban Madridban a Reálhoz, mégis úgy döntött, hogy marad Párizsban. Az aláírás a 300 millió eurót ér. Én tudom, hogy egy kereszted, bocsáss meg, hogy én kezdem, mert ugye én azt mondtam, hogy én mindent megennék annyiért, de akkor mondd el te is, Kajzó, hogy te mit csinálnál meg. Bár 300 millióért. Ja, 300 millió euró az egy olyan fölfoghatatlan összeg egy átlag embernek. A 380-ad részéért, ami körülbelül 300 millió forint is, szerintem nagyon sok mindent vállal. Sőt, azt gondolom, hogy arra még talán jobban tudnék mondani valamit, mert azt úgy tényleg látja az ember maga előtt. 380 millió euróért teljesen felesleges bármit mondani, hiszen nyilvánvalóan ez egy nem létező összeg, tehát ember ennyit nem lát életében. És nem tudom azt mondani, hogy ezért nem tudom én, mi nem tudunk olyat csinálni, amiért ugye ennyit reálisan fizetnének. Más kérdés, hogy mennyire reális, hogy bárkinek akár 35 góljáért fizetnek ennyit a világon, nyilván abnormális és nem reális, de szerintem ennek az egész sztorinak a legdurvább része nem ez az összeg, mert tudtuk, mert most akkor Hollandot is lehetne hozni, aki csak 1,5 millió eurós karórából vett 33-at, hogy elbúcsúzzon a dortmundi haveroktól. Tehát, hogy az a része, nem 1,5 millió forintos óra volt, már nem 1,5 millió eurós órákat adott. Na ezért mondom, hogy ezek már, én ezt már nem bírom felfogni, és szerintem eurósból is ki tudod volna fizetni, de hogy szerintem azért ennek a Mbappé sztorinak az igazi, hogy mondjam, abszurd vagy durva része az a fajta hát állítólag hatáskör, ami jár a szerződéssel, amire persze azért nem tudom, hogy mennyire valós, meg mennyire bulvártermék, hogy Mbappé innentől kezdve gyakorlatilag tényleg a fűszálok dőlésszögét is meghatározhatja Párizsban, meg hogy ki legyen az edzője, ami nyilván sokkal durvább, mint a fűszálok dőlésszöge. De hát 300 millió eurót valakiért kifizettek, akkor biztos úgy gondolták, hogy akkor legyen úgy. De még ha meg kellett volna venni valakitől, végülis saját magától kellett megvenni. Hát igen, mert ugye szabadon igazolható, hogy gyakorlatilag ugye ez a 300 millió, igaz, hogy azt mondják, hogy aláíráspénz, de gyakorlatilag újra leigazolta a Paris Saint-Germain, és ahhoz, hogy mennyit ér a pénz számára, ugye azt nyilatkozta, hogy hát igen, nem nagyon foglalkozok vele, mert a pénz az másodlagos, hát megjön az SMS, megnézem, aztán jó van. Ezzel mindig így vagyunk. Én is így lennék. Nagyságrendileg más összegekről beszélj, de ezzel mi is így vagyunk. Valószínűleg ez sincs így, meg az sincs így, hogy amikor azt mondta, hogy ő megmaradt futballistának, és nem szól bele semmibe, most ezek nyilvánvalóan csak pletykák, hogy hiszen ennyi pénzért, és ha ő itt marad, akkor mit meg nem tehetne. Mekkora mobiltelefon kijelző kell ahhoz, mikor kap egy ilyen értesítést minden hónap elején, hogy... Az összes nulla kifér. Igen, átutalás érkezett 300 millió euró, egyenlege ennyi, és akkor ott egy nagyobb összeget kell feltüntetni. Hát ez... Ákos, te mit mondasz azért, aki... A francia ligát szerintem még nem közvetítettél. De közvetítettél. Közvetítettél? Igen. Nagy élmény volt? Akkor sem volt érdekes. Igen, de pont ez az, hogy gyakorlatilag ez mindenet, ebben az egész sztoriba, ami számomra a legszomorúbb, hogy ez teljesen független mindenféle teljesítménytől. Tehát, hogyha mondjuk a Hollandot legalább a világ jelenlegi egyik vagy második legjobb csapata igazolta le, ahol nyilvánvalóan... De hát nem az igazolta le, nem a City. De a Manchester City igazolta le, és tehát, hogy ott azért abban nem nagyon lehetett belekötni, hogy ő tovább akart, mindig egyen följebb akart lépni, nyilván mindig egyen vagy sokkal több pénzt keresni, mindig egyen nagyobb brendé válni, és hát ő ezt így követi, azt most, hogy kinek mennyire szimpatikus éppen az a csapat, az mindegy. Ugye az Mbappénél viszont egyszerűen tényleg arról van szó, és ami számomra az egészben borzasztó visszataszító, függetlenül most tényleg attól, hogy az ember a Real Madridot az sajnálja, vagy nem sajnálja, nem kell sajnálni a Real Madridot, vagy a Florentino Perezt, azt pláne nem kell sajnálni, de hogy amit ugye meg is fogalmazott valaki, nem is tudom, hol olvastam, és én nekem is ugyanez volt az eszemben, hogy az Alex Ferguson mondta annak ide ezt, hogy
A klubnál nem lehet nagyobb egyetlen játékosa sem. Tehát nincs olyan, hogy egy játékos, egy futballista, egy alkalmazott, egy szerződtetett sportoló, az nagyobbá akar lenni, mint maga a klub. Teljesen mindegy, ugye, hogy ez David Beckhamnek hívják annak idején, vagy Cristiano Ronaldónak. És most pontosan az történt, szerintem, az én olvasatomban, hogy az Mbappé-nak egyszerűen ez a szerintem mérhetetlen frusztrációkkal és elképesztő egóval és narcizmussal küzdő tulajdonosa a Paris Saint-Germainnek azt mondta, hogy te még a klubnál is nagyobb lehetsz, csak nyerjél már nekünk valamit. Tehát vagy ne is ne azt, hogy nyerjél, hanem hogy nem mi legyünk azok, akik téged eladunk, hanem mi legyünk azok, akik téged meg tudunk tartani. Tehát ez az egész, amit ez a sejk csinálott a Paris Saint-Germainnél, a számomra ez a betetőzése volt ennek az egésznek, ami megszünteti tulajdonképpen azt, amit mi futballnak nevezünk, és áttesz egy egészen más dimenzióba, és az egy dolog, hogy ez az Mbappé-t használja. Igen, csak annyi még, hogy ugye mit maradt az Mbappé, hogy miért maradok itt, ugye, mert most Mbappé megmagyarázza azt, hogy miért maradtam itt. Azt mondta, hogy a klub céljai nagyban változtak. Uh-huh. Ugye én erre a Tominak azt mondtam, hogy körülbelül annyiban változtattak, hogy továbbra is meg akarjuk nyerni a Bajnokok Ligáját, csak most már nagyon meg akarjuk nyerni. Nagyon-nagyon. Nem tudom, ti hogy voltatok vele, de én úgy néztem ezt az egész szezont, meg ezt a Mbappé szagát, hogy most hova megy, hova nem megy, marad, hogy iszonyatosan szimpatikus volt a csávó nekem, hogy azt gondoltam, hogy itt van ez a játékos, tényleg lehetett érezni, hogy ő ennek, tehát ennek a csapatnak nyilván ő a jövője, hiszen Messi már nem lesz fiatalabb, Neymar sem, és szerintem Neymar nem akkora játékos, mint amekkorának sokan próbálják egyébként beállítani, tehát itt Mbappé a jövő, de ő azt mondja, hogy ellen tudok állni itt az anyagi javaknak, és elmegyek inkább Madridba, hogy nyilván nem, szintén nem keresne rosszul, de hogy gyakorlatilag a pénzhelyet választok egy olyan klubot, aminek vannak tradíciói, nagyon erős hagyományai, a Bajnokok Ligáját ott meg tudom nyerni, ki tudok teljesedni, és tényleg az a játékos tudok lenni a Madrid segítségével, a Madrid pedig az a klub tud lenni az én segítségemmel, aki lenni tud. És engem iszonyatosan leforrázott ez a hír. Hát csak az a nagy helyzet, tehát, csak hogy ti is így néztétek el, hogy... Igen, amit az Ákos is mondja, hogy nyilván ez minden eddigi tudásunkat, meg gondolkodásunkat zárójelbe teszi. A Real Madridról, és még fogunk beszélni a Bajnokok Ligája döntő kapcsán nyilván ebben a műsorban, rengetegszer elhangzott, hogy az a fajta Real Madrid gén, a Real Madrid a falakban benne van. Falakban benne van, igen, és hogy ugye három olyan párharcot mondjuk így, hogy úszott meg, sőt győzedelmeskedett a végén, amelyiknek mindegyikéből a mondjuk akár a sportszakmai, akár a statisztikai, bármilyen mutatók alapján a 2x90 percből minimum 2x75 alapján ki kellett volna esnie, akár a Paris Saint-Germain, akár a Chelsea, akár a Manchester City ellen, de a Real Madrid a Real Madrid. Most így is lehet ezt nézni, és lehet, hogy az Ákos által említett frusztráció ez is benne volt, hogy na akkor most egy nagy ló izét a Real Madridnak, tehát most akkor mi csinálunk valami olyat, amiben végre nem a Real Madrid jel. Igen, azért tegyük hozzá, ugye nem azért kell a Real Madridot nem sajnálni, vagy nem ezért lehet rögni, mert azt nagyon tudjuk a Real Madridnak, illetve konkrétan a Florentino Pereznek se azért kellett az Mbappé, mert szakmailag annyira szüksége volt rá, hogy bárkivel egyeztetett volna erről, nem? Tehát itt nyilván ez a méregetés ment itt. Egyértelműen, hogy neki kell a legnagyobb bikának lenni az istálóba, a Florentino Pérez meg a Real Madridot ez élteti, és most egy kicsit ugye beleverték az órukat, hogy még van nálatok is egy gusztustalanabbú nagy valami, akkor ezzel lehet nyilván kárőrvendeni. De a Real Madrid történelme is egy kicsit erőszólt, és most sokszor előkerül a pályán ezt már megalapozták. Hogy milyen ellenszenves, hogy a City itt az elmúlt, nem tudom én, 10-12 évben, a Paris Saint-Germain most még kevesebb időre visszatekintve a világpénzéből, ráadásul katari meg szaudi, tehát azért sok szempontból etikailag, emberileg megkérdőjelezhető hatalmaknak a háttér pénzéből mekkora brendet épít. A Real Madrid annak idején pont így épült fel, csak 50-60 év előnye van, mert mondjuk Franco tábornok se volt az a hajra kedves dolog, vagy ember, aki alatt a Real Madrid egy világverő brend lett. Tehát nem ezzel van alapvetően, vagy gond van vele, de ez nem egy újszerű jelenség. Inkább az ebben az érdekes tényleg, hogy amikor most hagyjuk is a pénzügyi fair play-t, mert az már abban a pillanatban kiröhögték, amikor megszületett többek közt a Manchester City is, meg mindenki.
hanem hogy itt a Szuperligától féltették a európai futballt. Itt elhangzottak az elmúlt években sportközgazdászok, szurkolók, szakértők számára, hogy az miért nem lenne jó, hogy miért tenni a futball igazi klasszikus nagy hagyományait zárójelbe, meg söpörné le az asztalról. Hát most akkor így, Szuperliga, csak éppen egy játékosért kifizetek annyit, amennyi lehet, hogy a Szuperliga két klubjának lenne amúgy mondjuk a játékos fizetés kerete. Szóval gyakorlatilag... Meg azért lesz Szuperliga. Hát, csak Bajnokok Ligája néven fut tovább. Bajnokok Ligáját átalakítják, az szerint, igen. Végül a Szuperligát senki nem azért ellenezte azok közül, akik tehettek is az ügyben, mert valamiféle eszme alapján nyilván arról szólt, hogy mindenki a saját érdekkörében akart megmaradni, és azt akart az UEFA, meg ezek a top klubok mindig azt akarták, hogy nekik legyen jó. Itt a focit azt már gyakorlatilag nagyon régen eltemethetjük ilyen szempontból, abban az értelemben, amit régen értettünk alatta. De idáig ugye ez az egyetlen egy, hogy mondjam, premissza megvolt, hogy a futballjátékosok bármennyivel is többet keresnek, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, mégiscsak egy transfer áruk, akiket, ha van rá, vevő, fizetőképes kereset eladnak. Így van, piaci körülmények. És ezt a Paris Saint-Germain, meg ez az egész állami, tehát ezek ugye állami pénzek, katari, meg szaúd-arábi állami pénzek országoknak a vagyonából megvett klubok, és most már megvett játékosok, ezt totálisan fölrúgják. Tehát és akkor arról nem beszéljünk, hogy Emmanuel Macron, francia elnök nyilatkozik az ügyben, tesz fajsúlyos kijelentéseket, nem tudom, szimpatizánsként, vagy ilyen egyszerű szurkolóként, hanem mint államfő kijelentő, hogy Mbappénak Franciaországban kell maradnia. Tehát minden megvan, amitől valahol undorodtunk, tényleg a hatalmas pénzek, az új gazdagoknak a játékszere, a politikai befolyás és megnyilvánulás. Tehát ezek után ezt a focit nyilván nehéz szeretni, ugyanakkor ez is egy hülyeség, mert amúgy meg alig várjuk, hogy BL döntő legyen, hogy lássuk ezeket a játékosokat a pályán. Csak hát ezek után, de bocs, ezek után akkor szerintem egyáltalán ne bántsuk azokat a feleségeket, akik sugar daddy-ket választanak maguknak, hiszen gyakorlatilag itt ez történt Pepitában, hogy itt Mbappénak lett a katari állam a sugar daddy-e, eladta a lelkét, az életét hozzáment, tehát csak igazából a gyűrű hiányzik meg a pap. És még egy gondolat, bocsánat, hogy ugye azt mondták, hogy illetve az elnök azt sugalta, hogy Mbappé azért is maradt, hogy a francia bajnokságot jobbá, nagyobbá tegyük, azzal nem lehet nagyobbá tenni szerintem a francia bajnokságot, hogy a Paris Saint-Germain nyer egy BL-t, mivel a francia bajnokságot úgy lehetne jobbá tenni, hogy felemelünk még néhány csapatot a PSG mellé, mondjuk közelében Lyon, Marseille, Monaco például, csak akkor oda is kéne egy-két Mbappé, vagy egy-két akárki, így van, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk a csapatot, de a francia bajnokságot egy csapattal nem lehet felemelni. Játékos feleségekről jutott eszembe egyrészt, hogy... Nem játékos feleségekről beszéltem, hanem olyan feleségekről, akik sugar daddy-ket. Tehát, hogy pénzemberekhez mennek igen, hozzá. Hát a Mbappé szerinted hányan húznak balra a Tinderen, vagy csúnya? hányan mennek föl erre a szolgáltatásra a Mbappé profiljával ezek után? Igen, hát ezek a sugár dedikre utazó asszonyoknak mondta ugye Révész Attila, hogy tessék fölkedni vajnabba a gyereket megetetni, mert a játékosoknak aludni kell. De azoknak már megint futballfeleségek. Na mindegy, jó. Hát ugye a Premier League-ben is lesz egy nagyon-nagyon komoly érkező, szintén ugye komoly olajpénzekből. Egy nagyon szimpatikus, néhány évvel nagyon szimpatikus kis kékszínű csapat volt. Ingáztak a másodosztály, meg az első között. Igen. Én nagyon bírtam azt a Hutchinson féle Manchester City-t. Én is ugye? Kipróbáltam őket a FIFA-ba, hogy én még egy Manchester, de jó, nézzük meg, hogy mit tudnak. Egyszer se látott volna adást, akkor tényleg biztos nem tudja, hogy a United fanklub hívei beszélgettek itt, de hát sajnos gyerekek ez van, Manchesterben mindig van egy kis csapat, meg egy nagy csapat, hát most... Most a kicsi megnyerte megint a bajnokságot. Igen. Na, hát de nem akármi de egyébként nyilván, tehát megint filmbe illő volt ez a végjáték, és nem először nyert így a City, mert ugye annak idén pont a United ellen nyertek némiképp hasonló körülmények között. Borzasztó volt, igen, lapozzunk. Igen. Nem. Tényleg egy fantasztikusan izgalmas volt. Én közvetítettem ezt a meccset, a Manchester City Aston Villa meccset, és én sem tudtam elképzelni előtte, a mérkőzés előtt, hogy ebből bármilyen különösebben izgalmas dolog lehet, mert tényleg minden létező statisztika, meg az idei mutatók alapján teljesen elképzelhetetlen volt, hogy itt
Maximum azt gondoltam, hogy tényleg hogy nem lesz olyan könnyű győzelem, meg majd eltelik egy kis idő, amire berúgják az első gólt, és ehhez képest tényleg nagyon izgalmas volt, és nagyon feszült volt, és az volt benne az igazi szép, hogy ugye azzal együtt, hogy a végén azt mondtuk, hogy bármi lehetett volna, összességében a Liverpool egy másodpercig nem állt a táblázat élén. Tehát még akkor sem, amikor a Manchester City hátrányban volt, még akkor sem volt az, hogy megelőzték őket, hiszen ahhoz a Liverpoolnak is vezetni kellett volna, és ez így nagyon, nagyon izgalmassá tette. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez most tényleg az, mint amikor az szerintetek nyilván teljesen rendben volt, amikor a Liga 15 évig leggazdagabb klubjaként a Manchester United hol így, hol úgy, de mindig megnyerte a bajnokságot. Most a Manchester City a Liga leggazdagabb klubja, akinél egyébként szerintem a legjobb szakmai munka is folyik, bármit gondolunk róla, és 5 év alatt 4-szer megnyeri, és ilyen dominanciát csak a Sir Alex Ferguson tudott eddig csinálni. Ez lehet, hogy egy Manchester United szurkolónak nem esik jól, de ettől ez még egyáltalán nem valami égbe kiáltó igazságtalanság, mert látjuk, hétről hétre látjuk a meccseket, és tudjuk, hogy tényleg ez a legjobb csak. A Párizsnál azt mondjuk, hogy ez nem normális dolog, hogy állami pénzek, ugye, azért van állami pénz és olajpénz a Citynél is. Azért, hát a Manchester United, a Manchester United volt 15 éven keresztül a leggazdagabb, vagy az egyik leggazdagabb klub a Premier League-ben. Akkor azt vett meg, akit akar. Tehát ugyanez történt, hogy azt vett meg, akire Alex Ferguson rámutatott, azt megvették. Az Arsenal volt az egyetlen, amelyik hasonló módon költött, amíg föl nem építették az új stadionjukat. Ez a két klub versenyzett. Aztán bejött az Abramovich és a Monatól a Chelsea. Igen, tehát ez arra, hogy a Unitednél nem voltak olyan etikailag, vagy valakinek a mondjuk az igazság érzetét borzoló módon bejövő pénzek. Az Abramovich is már egy ilyen eset, tehát hát most ne tegyünk úgy, mint hogyha... Persze. Tehát a Leicestert egy másodpercig nem bántott egyetlen egy United szurkolósan. Ott is voltak gazdaságilag érdekes dolgok. Igen, tehát ezeken most vagy elfogadjuk, és akkor azt mondjuk, hogy nézzük túl rajta, és akkor nézzük meg, hogy ezen kívül még mi döntött. Egyébként a Manchester City és a Paris Saint-Germain között én még mindig érzek egy olyan különbséget, hogy a Citynél igaz, hogy 2010-ben egy nagyon nagy tőke investícióval jött egy teljesen új tulajdonos, és mindjárt ugye sokkal magasabb szintre emelte, de ott azért mégis volt építkezés. A Paris Saint-Germain az első pillanat úgy viselkedik, mint a durcás, gazdag, hülye gyerek, akit elvisztek a játékboltba, és ő azonnal az összes létező ott lévő dolgot haza akarja vinni, ki se fér az ajtón a kezébe, de még ez is kell, az is kell, és nem tudod, hogy mit fog csinálni vele. A Manchester Citynél azért én szerintem, főleg amikor rájöttek, hogy először is kell egy jó edző a klubhoz, onnantól kezdve azért ez szerintem sokkal, sokkal szisztematikusabban működik. Ugyanakkor viszont azzal együtt, hogy nyilván nem lehet meg, tehát igazadban nem lehet megkérdőjelezni a Cityt, de hogy gondoljuk bele, az milyen történet, hogy mondta pont adás előtt, mikor érkeztél, hogy majd te meg tudod mondani, hogy tavaly hány ponttal előzték meg a pult évvégén, idén egyetlen ponttal, úgyhogy a végén egy nagyon hosszú célegyenesben egyik klub sem botlott akár mekkora nyomás alatt, és nyilván ez egy nincs se a sportban, se az élet semmilyen területén ha, de ez a Liverpool, ez nagyjából a világ legjobb csapata lenne most, ha nem lenne egy Manchester City. Lehet, hogy így is a legjobb, mert lehet, hogy a bajnokok ligáját megnyeri, és akkor azért 4 trófeából 3, nagyon kemény trófea, ugye? Hát csak harmadszor lett, azt hiszem, vagy talán ugye másodszor lett úgy második a Liverpool 90 pont fölött. Egyszer ugye megnyerte, akkor még több pontja volt. Hát ezt a sorozatot, a világ legerősebb bajnokságát legyalulták, úgyhogy mondom 90 pont fölött végeztek, és nem volt elég a bajnoki címhez. Most már 2018 után, most és, sem. És Liverpoolban sincsenek ugye olajpénzek. És ugye Liverpool sem úgy működik, hogy a Klopp rámutat valakire és megveszi. Én ezért tartom Kloppot klasszisokkal jobb edzőnek, mint Guardiolát, azok a lehetőségek, ugyanúgy megkapja, akire rámutatott, legfeljebb nem olyanra mutat rá, akire eleve mindenki azt mondja, hogy persze 80 millió. Na de ettől sokkal nagyobb zseni. Mert a Van Dijkre mindenki fogta a fejét, meg a Robertsonra, meg hogy milyen játékosokra mennyi pénzt, de ugyanúgy megkapott mindenkit, és egyébként, ha a két csapatnak a keretét megnézzük most, az ideit, nem tudom, hogy most éppen speciál a Fehérvár TV nézők közül hányan figyelik rendszeresen,
Hát semmivel se gyengébb a Liverpool kerete, mint a Manchester City, maradjunk annyiban. De csak semmivel most már nem, mert de csak most a Liverpool felfejlődött. Igen, hát erről szól a foci, hogy fejlődik. Na de a Klopp vett olyan játékosokat, akik kvázi, annyira felfejlődött, a Cityhez képest. Mint a Guardiola, kit nevelt ki? Gyerekek, tekintsünk el most a Klopp és a Guardiola is két zseniálisan nagy edző, de jóval több annál, tehát két olyan emberről beszélünk, akik nem csak eredményt hoznak egy klubhoz, hanem az egész klubnak, vagy az egész multinacionális vállalatnak a filozófiáját megváltoztatják. Máshogy kezd működni, máshogy működik ez a klub, amióta Jürgen Klopp ott van Liverpoolban, elfogadtatta a saját szemléletét, nem csak a játékstílust, hanem az egész klub felépítését illetően, és a Guardiola is. Ezek ilyen top menedzserek a világ legnagyobb cégeinél, akik a saját képükre formálnak mindent. E tekintetben szerintem nem lehet különbséget tenni. Abban viszont tényleg lehet, azzal együtt, hogy természetesen igazad van, és a Klopp alatti fejlődéshez mérte nyilván a Guardiola alatt is fejlődnek a játékosok, hogy mondjuk a Jürgen Kloppnak a legnagyobb gyémántjai, akik most vannak, egy Mohamed Salah, egy római, hát nem mondom, hogy bukott, de teljesen semmilyen középszerű szezon után ment Liverpoolba, és manapság tényleg messzivel említhetjük egy szinten az eredményességét, a képességeit, a tudását. Van Dijkot mondta, Trent Alexander-Arnoldról 5-6 évvel ezelőtt kitudta, hogy bármi lesz belőle. Ez mindig az. És ezek jelenleg a világ legjobb játékosai a posztjaikon. A Cityben akár a tényleg teljesen mindegy, hogy Gündoğanról beszélünk, vagy Sterlingről beszélünk. Nem, ezek teljesen mindegy. Itt nem azt mondom, hogy nem fejlődtek, de már a... Hát ez az, Zoli, hogy a Sterlinget, a Gündoğant, a De Bruyne-t, aki ugye egyszer már a Chelsea-től elküldött, nem kellő játékos volt. De azért a Wolfsburgnál Gabriel Jesus, a Kai Walker, tehát ezek mind olyan játékosok, akik most tényleg így teoretikus a kérdés, Tobi kérdez, hogy ha bármelyiket az elmúlt 5 évben ez a szanaszét hullott és minden létező alkalmatlan edzőt kipróbált Manchester United igazol le, most hányan lennének közülük, akiket teli szájjal röhögnénk, hogy mit akartak ettől? De most a Klopp Guardiola párhuzamról beszélünk. Nem, azt mondjátok, hogy a Klopp az ilyen kevésbé elismert játékosokból épített fel, a Guardiola bezzeg készen a fenéket, nem. A De Bruyne sem volt ezen a szinten, a Gündoğan se volt, a Sterling se volt, a Gabriel Jesus se volt, a Kai Walker se volt, a Phil Foden se volt. A mostani Citynek a legjobb játékosai azért ennyire jó. A Fodenről már 16 évesen tudta mindenki, hogy világklasszis lesz. Persze, igen. De azért mondom, a Rashfordra is azt mondta mindenki az első két meccs után, hogy világklasszis lesz. Bojan Georgisról is sokan gondoltak annak idején. Ezt akarom mondani, pontosan. De most a Cristiano Ronaldo, igazad van, hogy mondasz, ha Unitedről beszélünk. Tehát tényleg, nem, arról beszélek, hogy az edző munkája teszi azzá a csapatot. A játékosok teszik bajnokká az edzőt, az edző munkája teszi azzá a csapatot, ami, és e tekintetben a Manchester Citynek nem volt olyan sokkal nagyobb forja a Liverpoolhoz képest. És akkor most a nagy kérdés, hogy például Haaland, aki elismerte egy Borussia Dortmundban, amelyet a legszűkebb európai elithez jelen pillanatban nem sorolhatunk, elismerte a világ legjobb csatára lett, egy Haaland hova fog fejlődni, mit igen. fog vele kezdeni Guardiola? Ez egy nagyon nagy történet lesz. Aki például egyébként nem gondolom, hogy azonos kategóriában nyilván nagyon nagy klasszis, de emlékeztetünk, hogy Ibrahimovic-a milyen szinten tört bele a bicskája mondjuk a Barcelonába. Más történet azért szerintem Haaland biztos jobban bele fog illani a Premier League-be. De Guardiolának a bicskája beletört a müncheni sztárokba is annak idején. Engem tényleg az érdekel, hogy Haaland hova fog még fejlődni. Én szerintem Haaland igazolásában is látok azért egy nagyon erős presztízs szálat, amit ha már Mbappét emlegettük a Paris Saint-Germain kapcsán. Ha Guardiola tanult az Ibrahimovic féle sztoriból, ugye az volt, hogy Ibrahimovicot a rendszer részeként kezelte, és Ibrahimovicot nem lehet a rendszer részeként csak kezelni. Csak a bajnokból ott volt egy Messi, aki simán hozta az Ibrahimovic számait. Nem kellett az a kérdés, hogy mennyire épül majd adott esetben, de Haaland szerintem egészen más karakter is, mint Ibrahimovic, de az a kérdés, hogy mennyire építi majd fel a játékot arra, hogy Haaland a befejező, és neki kell rúgni a gólokat, vagy mennyire lesz a rendszer része, ként kezelve, és ebben a rendszerben mennyire tud majd adott esetben Haaland beépülni. És az lesz még egy nagy kérdés, hogy Haaland mit bír majd ebben a Premier League-ben, mert azt láttuk a Dortmundnál, hogy azért ő hajlamos 4-6 heteket kihagyni, ezzel itt megrúgja a 30 gólját a bajnokságban. Csak ez egy óriási különbség a két bajnokság között. Itt mutatkozhat meg Guardiola edzői nagysága, mert egyébként ezt Ákos te fogod tudni, hogy mondjuk ebben a szezonban ki volt a City legjobb góllövője, és hány góllal?
A Mahrez és a De Bruyne volt a két legjobb. Egyik sem klasszikus csatár. De a Guardiolánál sose volt klasszikus csatár. Na hát az Agüero volt, akire azt mondták, ugye, hogy majd ő neki leáldozik Guardiolával, mert a Guardiol nem szereti az ilyet, nem ezeket a típusú játékosokat szereti, és azért Guardiola tudta használni mégiscsak Agüerót, tehát mégiscsak még a legjobb, még két-három igazán jó szezonja volt, tehát ez nem igaz, hogy Guardiola nem tud használni egy csatárt. Más kérdés, hogy amikor nincs olyan csatár, akkor meg megoldja a játék. A játékra biztos változnia kell a Manchester City játéken, és ez egy tök izgalmas dolog. Egyébként a futballban ez a fajta fejlődésnek egy csapaton belül tök jó, hogyha látjuk a jeleit, és nagyon izgalmas lesz, hogy mit fog játszani a City Haalanddal, és mit fog játszani mondjuk Haaland nélkül. Ki megy el most azért, mert Guardiola érezni fogja, hogy ebben a rendszerben nem fog beleférni. Szóval ez most egy nagyon-nagyon plastikus és nagyon jó kis időszak lesz. Azt nyilván nem teheti meg, amit Ibrahimovic megtett, hogy kitolta a szélre olykor. Bár teszem hozzá egyébként szerintem Haaland még onnét is, mert tényleg elképesztő, hogy ezekkel a méretekkel milyen rugó technikája van, milyen gyorsabb pali, szóval itt tényleg egyetlen kérdés lesz, hogy amikor majd el kell menni a Burnley otthonába, nem, de mit tudom én, a Brentford otthonába, a Leeds otthonába játszani, és esetleg széjjel rúgdossák a Haaland lábát, akkor mi lesz, ha szét tudják rúgdossni, hogy ez egy kérdés. Itt az apukájáért a kedves csapatotoknak a ikonikus Rojkirúgta 2003-ban, igen, jól emlékszünk. És még így is szóba került, hogy ő hozzá. Igen, szóba került, hogy ő hozzák, azóta utálom és. Ez biztos, hogy izgalmas lesz. Hogyha lett volna Liverpoolnak is most egy ilyen nagy dobása, egy igazolása, mennyire nagy történet lenne, de hát majd nekik... Még lehet. Tudsz valamit? Nem, tehát a Klopp nem fog, tehát ő nem fog olyan játékost igazolni, akiért 100 milliókat kell másokkal versenyezve letenni, de nézzétek meg ezt a Luis Diaz-t, akit most leigazoltak szezon közben, és már a harmadik meccsen úgy játszott, mint a 20 éve Liverpoolban játszana. Nagyon jó futballista. Elképesztő játékos. Most ugye leigazolták ezt a Carvalho gyereket a Fulhamtől, ezt a 19 éves rácot, már az első igazat be is jelentették. Tehát, hogy a Klopp az valami 5 millió fontért, azt hiszem. Tehát, hát, mert hogy érezzük a nagyságát. Van, hogy ennyit, hogy a sofőr érjen naponta, körülbelül. És írták, hogy ez adott esetben 8-ra is fölmehet. Rakjuk már mérlegre, tényleg a 21 éves Mbappé 300 milliós aláírásával. Szóval, hogy ez azért egészen elképesztő. Egyébként szerintem ennek a Premier League szezonnak volt még egy nagyon nagy sztoria, és a szóba került a csapatnév, ugye a Brentford és Christian Eriksen. Hogy ugye tavaly emlékezhetünk, hogy ott ültünk most a tévéképen. Most akkor elismerné, hogy Bognár Gyurinak ebben is igaza volt, és a Paks ezért nagy csapat. Hiszen Bognár Gyurira egy ország akadt ki, amikor ott mondta, hogy mit pepecselnek azzal az Eriksennel, hogy vigyék már le a pályáról, aztán folytatódjon a foci, ugye? Volt ez egy gyakorlatilag meghalt konkrétan a játékos, és újra élesztették, és akkor jött a szakértő, hogy ő ezt nem érti. Na mindegy, ez csak egy rossz poén. Igen, csak a rendkedvét Eriksennek a szíve gyakorlatilag leállta, vagy az Európa-bajnokság első mérkőzésén, vagy a dánok első meccsén, és döbbenten ültünk ott. És én nem hiszem, hogy sokan fogadtunk volna arra, hogy látjuk még Eriksent a pályán, főleg nem ezen a szinten, tehát hogy a legmagasabb szinten. Azt tudtuk nyilván, hogy Olaszországban nem, mert itt ugye különböző más szabályok vonatkoznak, de az, hogy a Premier League-ben, és így, és tényleg volt egy olyan sorozat, hogy miután leigazolták és elkezdett játszani, hogy amikor ő kezdőként pályára lépett, akkor minden meccsét megnyerte a Brentford, tehát elképesztő. És lejár a szerződése, ugye, tehát majd lehet vinni. Hát én szerintem nagyon jó helyre került itt, tehát egyrészt ugye azért nem kellett neki végigjátszani ezt a szezont, itt a végén a második felébe szállt be, egy olyan közegben, ami neki nagyon otthonos, ugye a Brentfordban rengeteg dán játékos van, a tulajdonosi szerkezet, a vezetőedző, az egész klub az ilyen dán mintára működik, és hát volt egy kialakult játékuk, amiben ő nagyon jó belepasszolt. Ugye az Internél az volt a probléma vele állítólag, bár én nem láttam az Inter meccseit, hogy tehát a Conténak abban a játékában ő egyáltalán nem volt hova rakni. Itt meg tökéletesen működött. Valóban egyébként a Brentford az egy nagyon jó példa arra, hogyha itt visszasírtuk ezeket a régi old school időket, amikor még egy csapatot szakmailag mindenféle milliárdok nélkül is fel lehetett építeni, az ez pont erre példa. Ők elkezdtek még a másodosztályban egy teljesen más modellt csinálni, egy ilyen adatalapú elemzésre épülő
játékos keresés filozófiával, és fölépítették ezt, és nem tántorított el őket, hogy kétszer elbotlottak a küszöbön, fölmentek, megcsinálták. Szóval így is lehet, de nyilván azért, ahol sokkal nagyobb a tőke, ott azért mindig más a nagyságrend. Most hát a 13. helyen végeztek. Én kíváncsi vagyok, hogy Eriksen marad, vagy megy, hova viszik, mert ugye tényleg egy... Hát nem tudom, hogy neki lesz-e olyan ajánlata, amire érdemes igazából elmennie. Tehát, hogy őt már nem valószínű, hogy egy ezek után top csapat. Manchester vörös felé, hát, nem? Ugye a jelenlegi helyzetben azt nem tudom, hogy mi lesz, hogy a Ten Hag után, és akkor most már lassan azért rá kéne kanyarodni a lényegre. Szerintem hagyjuk a Manchester United-et most. Térjük erre vissza 4 év múlva. Tehát addig nem lesztek ti tényezők szerintem. Nem, de viccen kívül most hozzászólni az Eriksenhez. Tényleg neki már csak az a fontos, és egyáltalán nem a klub szerintem, hanem hogy focisztasson bárhol. Szerintem bárhol aláírna azt, hogy maradhasson. Mégis egészséges legyen ez az elsődleges. Hát ő már nyilván nem kap 300 millió szerződést. Jó, hétvégén BL döntő. Már picit érintettük, ugye Liverpool, Real Madrid. Két azért hagyományosan jól szereplő csapat, hogyha az elmúlt 50 évet nézzük, tehát nem lehet azt, tehát nyilván a világ nagy egésze szívesebben nézi ezt a két együttes, mint mondjuk a Paris Saint-Germain vagy a Manchester City ebben a fináléban. Majd hiszen... jövőre. Isten ments. Nagyon nagy párosítás, tényleg akik egy kicsit régebb óta vannak bent, tehát mondjuk azokban az időszakban, amikor ti még nem is éltetek, vagy Tobi te, akkor azért egy Liverpool Real Madrid... Szeretném hozzá tenni, a Szilárd idősebb. Igen, azért mondom, hogy te nem éltél még. Nem is látszik. Hogy, tehát a Liverpool Real Madrid, ez tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus. Mind a két csapatnak elképesztő korszakai voltak, csak a bajnok csapatok Európa kupáját nézve, és aztán mind a kettőnek volt egy ilyen hosszabb szünet, amikor nem tudott oda kerülni a csúcsra. Külön érdekesség valóban ez én azt gondolom, hogy Jürgen Kloppot eléggé méltatni nem lett, tényleg napjaink abszolút csúcs edzője Guardiolával együtt. Ugyanakkor szembe találkozik egy olyan edzővel, aki pedig minden létező trófeát megnyer, minden finálét megnyer, nem veszít el fontos éles meccset gyakorlatilag, miközben mindenki azt mondja rá, hogy hát jó, hát azért Ancelotti, na hát azért. Tehát a Guardiolához meg Klopphoz de is mérjük, ő valami más tud, és nyilván más tud a Real Madrid is, és nem kell ilyen misztikus magasságokba emelni ezt a dolgot, hogy tényleg a Madrid gén, meg a Mázli, meg a történelem, de valami miatt valóban szerintem nincs ember, aki most biztosan azt mondaná, hogy na itt most a Liverpool nagyon megcsinálja a Real Madridot. Egy bajnokok ligája döntőjében ez eleve nem sűrűn fordul elő, ugyanakkor én azt gondolom, akár az is benne van. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a hihetetlen sorozata a Madridnak, amit ebben, speciálisan ebben a kiírásban véghez vitt, ez még egy mérkőzéssel nyújtható-e. És arra emlékszem, hogy nyertek ők úgy BL döntőt, hogy a 92. percben egyenlítettek egy Atletico Madrid ellen, aztán bedarálták, eltaposták a hosszabbításban. Tehát tényleg megvan a Reálnak ez az elképesztő döntő rutinja, tapasztalata és története. Viszont hát egy hihetetlen gépezettel találkoznak szembe. Hát ugye, ha a Liverpool nyeri, akkor majd azt fogják mondani azok, akik mondjuk a Liverpool iránt rossz májúak, hogy gyakorlatilag a Real Madrid megtette nekik azt a szívességet, hogy eltakarította az összes komoly ellenfelet az útból, és a végén aztán már csak őket kellett legyőzni, mert tényleg az a két csapatnak az útja az nagyon nem ugyanolyan volt, hogyha az ellenfelek falsúlyát nézzük, hogy a Real Madrid a világ 3 leggazdagabb klubját győzte le egészen elképesztő fordításokkal, a Liverpoolnak meg ilyen, nem tudom, tehát az Európa Liga szintű ellenfeleken keresztül vezetett az útja, de ugye mindennek igazából már nincs semmi jelentősége. Nehéz ezt mondani, mert amikor 2017-ben is itt beszélgettünk, vagy talán akkor még rádió adásban beszélgettünk a Juventus, Real Madrid Juventus döntő előtt, és hogy az a Juventus azért az tényleg egy félelmetesen erős csapat volt, amely gólt sem kapott odáig. Az a Real Madrid meg ugye az volt, amelyik Zidannal a bajnokságot egyszer sem tudta megnyerni, és ugye mindig a BL-be jött ki nekik a lépés, és ehhez képest ugye nagyon sima lett a döntő. Most meg van egy Real Madrid, amelyik Ancelottival megnyerte a bajnokságot, kétszer egymás után lettek most bajnokok, mégis mindenki azt mondja, hogy jó, de hát ugye azért itt gyenge volt a mezőny, a Barcelona rengeteget szenvedett, és nem mondja azt az ember ilyen nagyon egyértelmű, hogy ez a mostani Real Madrid, ez tényleg a világ legjobb csapata. Hogyha ez nem egy BL döntő lenne, hanem csak mondjuk úgy
egy olyan meccs, amit valakinek meg kell nyerni, akkor én is azt mondom, hogy ezt a Liverpool megnyeri, mert erősebb csapat. Erősebb. Tehát szerintem most nem érdemes posztonként megnézni, vagy egyénenként, de egy sokkal jobban működő, sokkal fizikálisabban is erősebb, dominánsabb csapat, amelyiknek azért igaz, hogy a Real Madridnak van nagyon nagy döntős rutinja, a Liverpoolnak a legnagyobb erénye, hogy elképesztő pszichés erője van. Tehát ezek nem szarnak be soha. Tehát egyszerűen olyan annyira tudják dominálni az ellenfelet, a Villarreal ellen is láttuk, hogy úgyhogy nehéz elképzelni, de pont azért, mert ez egy BL döntő, persze, hogy azt mondja az ember, hogy hát a Real Madridot eddig csak nyerni láttunk. Tehát az a klub, amely még nem veszített Bajnokok Ligája döntőt. Megdöntött régen, igen, de amióta a Bajnokok Ligája van, azóta ezek ahányszor bejutottak a döntőbe, megnyerték. De nincs Sergio Ramos. Hát oké, okay, aki a... Van Karim Benzema. Szóval két karral fejezi be a... Igen, a hanyadik percben vitette le a pályára, szerencsétlen Mo Salah-t, hetedikben, nyolcadikban. Érdekes kérdés lesz majd még az is, hogy ugye kit mennyire spanyol az, hogy most meg kell nyerni a Bajnokok Ligája döntőjét, nyilván mindenki, de olyan szempontból, hogy a Liverpool ugye elveszette a bajnokságot. Tehát ők most valahogy revansot akarnak. De ezt a spanyol bajnokságot azért most éppen nem volt a nehéz megnyerni. Igen, előtte volt, hogy amikor a nézők nélküli igen. Bajnoki címünneplés volt, igen. Tehát, hogy a Liverpool meg akarja most nyerni a Bajnokok Ligáját azért is, hogy megmutassák, hogy hát most elvesztettük a bajnokságot, de majd itt revansot veszünk érte. A Real Madrid meg ugye bajnokként megy oda, tehát ők, nekik azért megvan a kellő önbizalmuk ahhoz, hogy nyerjenek, és a néhány évvel ezelőtti döntőért pedig megint csak a Liverpool akar inkább visszavágni. Az ebben a nincs Karius, Most beszéltünk az edzőkről. Egyébként van Karius, csak úgy mondom. Hát jó, csak elméletileg van. Számomra egyébként az a megdöbbentő és csodálatos, hogy szerintem sokan azt gondoltuk Ancelottival kapcsolatban, mikor leült az Everton kispadjára, hogy akkor ő most elkezdi haknizgatni, és igazából kikerült ő abból a körből, amiben benne van Klopp, benne van Guardiola, és benne van mondjuk Pochettino, Tuchel, így van, és hogy kikerült ebből a körből. És gyerekek, megint ott van, és BL döntőt játszik. Valamit biztos, hogy tud Ancelotti is, mint hogy a Real Madrid is. Nekem nyilván szakmailag egy nagyon érdekes kérdés egy ilyen döntő előtt, hogy két olyan klub, amelyik gyakorlatilag majdnem minden mérkőzésén a dominanciára épít, labdát birtokol, támad, ellenfelét rákényszeríti a saját stílusára. Két ilyen csapat találkozásánál valamelyik biztos, hogy nem a komfortzónájában fog mozogni. Én arra tippelnék, hogy a Real Madrid lesz az, amelyik valószínűleg átengedi ezt a fajta dominanciát a Liverpoolnak. Láttuk, hogy a City ellen azért megoldották, a City is hasonlóan domináns játékra képes, és adott pillanatban majd akkor lecsapnak, gondolom, hogy ez a terv. Tehát biztos, hogy nem fogjuk látni, szerintem a Real Madridot tényleg lerohanni a Liverpoolt. Hát Alisson látjuk ebbet lízni. Klopp és Ancelotti összehasonlításánál pedig azért azt el kell mondani, bár sokan ezt csak statisztikának tartják, hogy Klopp inkább veszíteni szokott döntőkben. Tehát a Liverpool Bajnokok Ligája döntőjét, amit megnyert a Tottenham ellen, azt leszámítva, akár a Dortmunddal emlékszünk, akár Liverpool döntőkkel, európai döntőkről beszélek, Kloppnak nem nagyon jött össze. Ancelotti pedig gyakorlatilag nem vesztett még döntőt. Kivéve, amikor Liverpool-lal találkozott a Milán kispadján, és 3-0-ról elvesztették a BL döntőt. Tehát igen, az meg az a 100 évente egyszer előforduló történet volt. Na de mindegy, a lényeg az, hogy tényleg nagyon sok mindenbe bele lehetne kapaszkodni, abszolút megjósolhatatlannak érzem, és csak nagyon remélem, hogy lesz valami hasonló dráma vagy katarzis. Igazából én nem tudom eldönteni, melyik csapatnak szurkoljak, de az, hogy legyen egy olyan igazán jó emlékezetes döntő, az nagyon hát szeretném. Annak szerintem senki nem örülne. Nyilván az adott csapat szurkolt leszámítva, hogyha ez vagy egy nagyon sima pool, vagy egy nagyon sima madridi sikert hozna. Tehát, hogy ebben a párharcban azért alapvetően benne van a végletekig tartó küzdelem, és akár hosszabbítás és büntetők, bár a büntetőket én nem tartom főleg egy BL döntőben igazságosnak, De hogy azért ebben benne van egy nagy csata, egy adok-kapok, hát aztán két meglátjuk. Két döntőt már nyert 11-esekkel a Liverpool ebben a szezonban, mind a kettőt Angliában. Ha megint megnyeri így, akkor majd azt mondják, hogy ez a Klopp, ez egy bázlista. Na jó, akkor lépjünk egy szintet még, ha van hova. De kosárlabda bajnokságban ugye 2-0-ra vezet az Alba a Sopron ellen. Számítottatok erre, hogy rögtön így két meccs után így állunk? Ákos? Elvesszük
a Sopron pálya előnyét, és ebben talán még sokan bíztunk is, de azt, hogy aztán hazai pályán is tudunk nyerni, abban arra talán kevesebb esély volt, de tegyük hozzá zárójelbe, hogy ugye a Vidi ultrái is ott voltak a lelátón. És ezt mindenképp hozzá kellett tenni. Ennélkül nem ér semmit az egész. Eszembe nem jutott volna. De hát csinálták a hangulatot. Nem tudom, Ma lesz ugye a harmadik meccs. Mindig olvasom ilyen fórumok, hogy hát az Alba kerete, mit csodálkoztok? Hát az Alba kerete, 4 válogatott felnőtt, nagyon jó fiatalok, tehát 4 tök jó légiós, hogy egyértelmű, hogy az Alba kerete döntős matéria, és nekik kéne, és akkor gondolkozom, hogy de akkor mit néztünk évközben? Ez az ötödik helyről indultak. Igen, tehát hogy lett ötödik ez a baromi erős matéria, mert valami akkor biztos nem stíl, van olyan persze, hogy egy jó keret nem tud jól teljesíteni, és itt ezt láttuk, és még ez a Sopron is, amelyek most ellen 2-0-ra vezettünk, és éppen úgy vettük meg 15 ponttal ugye szombaton, hogy 30-zal is vezettünk, 2 meccsen ezelőtt itt Fehérváron nyert, és elvitte a pálya előnyt ugye a középszakasz végén. Hozzá kell tenni, hogy ha az Albában nincs sérült, és mindenki tud játszani, akkor valóban sokkal mélyebb és jobban használható a keret a Soproninál, tehát mondjuk egy ilyen 5 meccses, adott esetben 5 meccses párhazban azért ennek lehet jelentősége. Hát remélem, hogy így lesz, mert azért még soha nem nyert az Alba, ahogy már sokszor mondtam, pályahátrányban induló párharcot, de tavaly ugye nagyon közel járt hozzá, ugyanígy 2-0 volt a Debrecen ellen, aztán megsérült 2 légiós, és gyakorlatilag vége lett. Talán most megússzuk az idén. És ha bemegyünk az elődöntőbe, ott akkor beleszünk. Ez egy nagyon szép végszó. És lehetne. Ha bemegyünk, akkor beleszünk menve. Ahogy Tarantinónál mondaná. Bemész az elődöntőbe, és ha bemész, akkor be vagy. De ott megjön a Falkó, ugye? Várj, még a Szeged még kicsit kitehetné a Falkót. Azon nagyon röhögnék, de nem fogja. Igen, Szilárd. Te mit tippelsz? Hát tényleg szépen, itt a meccs utáni, meg előtti nyilatkozatoknál azt vettem észre, hogy nagyon, vagyis nagyon visszafogottan nyilatkoznak, de mégis nagyon nyugodtan. Tehát, mint hogy biztosak lennének szerintem. Nem kapnak levegőt a meccs végén. Nem kapnak a meccs végén, de hát már ugye eltölt, stb. Mindegy is, szed félretéve. Tényleg, mint annyira nyugodtan beszél a vezetőedző és a játékosok is arról, hogy hát igen, még nem végeztünk, majd csak a harmadik meccs után végzünk. Ugye ezt lehetne azt mondani, hogy mondtak is valamit, meg nem is a semmit mondásnak a magas iskolája, de mégis... Hát te voltál ilyen klubnak a sajtós! Azt mondjátok meg nekem, én nagyon régen nem láttam sajnos a csapatot, idén egyáltalán nem, de szemben tavaly sem. De arra emlékszem, hogy amikor még rendszeresen jártam, akkor ugye ez éveken keresztül visszatérő téma volt, hogy ha a Vojvoda nálunk játszana, hogy mindig az, hogy már a Vojvoda így, meg a Vojvoda úgy, és akkor leigazoltuk, és akkor ugye jött a Covid, ami után aztán emiatt sokáig senki nem tudott semmit, meg elmaradt a bajnokság, hogy ő most mennyire... Ő még ugyanaz a Vojvoda, ugyanazt jelenti, igen, mint amit a szólomban? Egyébként ő és én abban bízom, hogy ez a csapatra is igaz, hogy a rájátszásra, de már a középszakaszra, tehát a középszakaszban a Vojvoda Dávid 20 pont körül átlagolt 8 meccsen, azért az nem rossz. Tehát ő abszolút vezér, abszolút légiós kvalitás, és itt a rájátszásban is ezt érzem. Valóban voltak az egy gyengébb periódusai az alapszakaszban. Hát az, hogy ő itt játszik, az nyilván azért például ő általa nagyon sok magyar csapat fölé emeli az Albát, a lehetőségeihez képest. Kicsit olyan tényleg, mint amikor Dávid Kornélt igazolta le 30 évvel ezelőtt az Albakon, nem volt 30, de már majdnem, hogy mindenki tudta, hogy ő egy és viszonyítási pont. Hát jó lenne, ha ez az eredményben is hasonlóan jelentkezne majd. De akkor visszatérek még az elődöntőre és a lehetséges Falkó elleni párharc, most nagyon kevés időnk van már hátra. De hogy abból lehet erőt meríteni, hogy itt tényleg el van könyvelve, és ha el van könyvelve, akkor el vagyunk könyvelve, hogy itt az elődöntőben, ha a Falkóval kerülünk össze, akkor a Falkó játssza a döntőt, hogy lehet ebből bármi olyat kihozni, hogy ez mégse így legyen, hiszen azért mégiscsak egy sportról beszélünk, kimegyünk ugyanúgy a pályán, majd 5 játékos tesz 5 ellen. Igen, hát nehéz, mert ugye háromszor kell nyerni, de szerintem maguk a szombathelyiek is úgy vannak vele, hogy ha valakitől félnek, akkor az Alba, többek között, mert nyertünk ugye az alapszakaszban Szombathelyen, és azért ki tudtak ők kapni Szegeden most, meg ki tudtak a kupadöntőben is kapni a Szegedtől, tehát azért nincs arról szó, hogy a Falkó olyan szinten megközelíthetetlen lenne.
a legerősebb keret, alapvetően ha ők oda teszik magukat és jól játszanak, akkor mindenkivel esélyesek. De bekerülve egy elődöntőbe, azt gondolom, ott azért már lekerülne mindenféle teher, meg lánc. Tényleg föl lehetne annyira tuningolni, meg motiválni ezt a csapatot, hogy akár lehetne is egy emlékezetes párharca. Falkóval csak előbb jussunk túl a Sopronon, én azt mondom. Hát ez ma kiderül, köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves, és ha itt voltunk, akkor itt voltatok. Akkor itt voltunk volna. Itt voltatok volna. Így van, jövő héten pedig itt leszünk, és ha itt leszünk, akkor itt leszünk. És megbeszéljük majd, hogy kivel játssza remélhetőleg az elődöntőt a kosárbajnokságban. Az Alba Guardiola-ról biztosan nem esik majd szó, vagy jó esélye, de a Bajnokok Ligája döntőjéről annál több. Úgyhogy tartsa meg velünk a jövő héten is, viszontlátásra. Game.